Szép jó reggelt kívánok továbbra is, és nagy szeretettel köszöntöm Kohári Editet, az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségének a képviseletében. Igen, jól mondtam? Igen, tökéletes. Köszönöm szépen. Civil korzó lesz az Erzsébetvárosban. Ugyan, igen. Nem először. Egy pár évvel ezelőtt már volt erre kísérlet, aztán utána egy-két év kimaradt, és tavaly volt aztán megint egy civil korzó, amit hagyományteremtő célnal rendeztünk meg. Idén megint lesz, és mostantól azt szeretnénk, hogyha minden évben lenne egy ilyen rendezvény. És milyen programokkal várják az embereket, vagy egyáltalán kiket várnak ide? Igen. Ugye, ahogy a neve is mondja, civil korzóról beszélünk, az a lényeg, hogy a kerületi civil szervezetek be tudjanak mutatkozni a lakosságnak, meg minden érdeklődőnek. Tehát ez úgy fog kinézni, a Madás téren leszünk egyébként, a belváros szívében. Úgy néz ki, hogy a Madás tér tele lesz sátrakkal, ahová a kerületi civil szervezetek kitelepülnek, és ott bemutatják a programjukat. Persze nem csak erről van szó, szórakozni is megyünk, úgyhogy lesz egy szuper színpadunk és nagyszerű programunk is. És milyen programok lesznek? Vagy lesznek egyáltalán központi programok ezek szerint? Hogyne, így van. Tehát minden sátorban az adott civil szervezet, aki bemutatkozik, ő csinál egy saját programot, nyilván. Van, aki csak beszélget az emberekkel, van, aki szórakoztatja őket, tehát ez teljesen egyéni, abszolút összetett és színes a paletta. Ezen kívül van egy központi színpadunk, ahol műsorok lesznek egész nap, és hoztam egy puskát, hogy nehogy kihagyjak valakit, úgyhogy elmondom. Nagyon büszke vagyok rám, a szövetség nevében Battamány Zsolt polgármester fogja megnyitni az eseményt. Akkor ezek szerint, bocsánat, félbeszakítom, akkor ezek szerint az Erzsébetvárosi Önkormányzat kiemelten támogatja magát a rendezvényt. Igen, így van. Három támogatója van a rendezvények. Meg kell említeni Szűcs Balázs önkormányzati képviselőt, aki egyházügyi és civil tanácsnok. Nagyon sokat köszönhetünk neki, mi civilek itt a kerületben. Vattamány Zsolt után ő fogja mondani a köszöntőt. Ami a támogatókat illeti, igen, így van, az önkormányzat nagyon nagy mértékben támogatja egyrészt a rendezvényt, másrészt meg a szövetségünket is, tehát egyéb munkáinkat is. Ezen kívül van a BUM nevezetű BKIK színeiben megjelenő Budapesti szervezet. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, csak igen, segítek, és igen. És a BUM, az pedig a Bevásárló utca menedzsment, ami azt jelenti, hogy ugye Budapesten vannak tematikus utcák, és ők ezt fogják össze. Gondolok itt mondjuk a Fakmiksa utcára, mondjuk a Király utcára, vagy a Bartók bulvárra, tehát ezeket az utcákat fogják össze, és ők is támogatnak minket a rendezésben. Én szerintem ne ismertessük, legyen meglepetés az embereknek. Jó, oké, azért egyet. Egyet, jó. Jó, mondjuk mondok kettőt, ami este lesz egy big band, ami szuper jó program lesz, 6 órakor és 7 órakor egy klezmer zenekar. És mikor kerül erre sor? Mert így ez van. A legfontosabb. Nagyon fontos, reméljük, hogy szuper idő lesz, nem olyan, mint ma. Június 1-én, szombaton 12 és 20 óra között Madács tér. Mint látják, kedves nézőink, ez egy kiemelten fontos program, úgyhogy arra kérek mindenkit, akinek van ideje, van kedve, látogassa meg mindenféleképpen az Erzsébetvárosi Civil Korzót. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra. Köszönöm.